Náló mindenki, ezt a srácként örüljük, és itt vinket következő videóval. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nos, a tegnapi nap eléggé érdekes volt. Sajnálom, hogy ezt úgymond meg kellett életek, meg minden. Sajnos ez van, ezzel nem nagyon tudok már mit tenni, de remélem, hogy akik igazi danisták és úgymond szeretnek engem követni, azok itt maradtak és továbbra is fel vannak iratkozva, és hát itt lesznek továbbra is velünk, de igazából ez tényleg rajtok múlik. Legalább akik igazából nem kedveltek engem meg a videóimat, azok végre eltűntek a csatornáról, úgy tűnik legalábbis hát reméljük. Szóval, most, hogy akkor új nap van és új kalandoknak tudunk vágni, vágjunk is bele a dolgokba. Itt tartalom ugye szokásosan ki egyébként itt ül most mellettem, vagyis itt van mellettem. Tudjátok mit? Csinálok is róla egy fotót. Most csinálok róla egy fotót, srácok, várjatok egy pillanat. Így van, na, csináltam róla egy fotót, ezt bevágom majd a videó, majd láthatjátok így élőben is mellettem. Na, várjuk akkor bele a dolgokba, itt vagyunk egy házban, van egy csomó kajánk, nagyon jó. Van egy vaszettünk, nagyon jó, ezt szépen szedjük is le. És úristen, egy ópiamánk van, nem is tudtam, hogy van egy ópiamánk, na mindegy. Tök király, kisnek adjunk a játszokással, kell a kaja, gondolom, hogy kell a kaja. Na, nézzük meg, hogy megjött-e a cuccom, mert postás kártyája, azonosítása jó. A postás. Ez miért van itt nálam? Ez nem tudom, hogy miért van itt nálam, de oké, és jaj, srácok, valamit elfelejtettem mondani. Ugye az előző live-ban mondtam nektek, hogy ezen a héten, és nem is ezen a héten, az elkövetkezendő pár napban, nem tudom, hogy hány napban, sokáig, minden nap ki fogok sorsolni egy PG-13-es terméket a feliratkozóim között. Szóval, aki fel van iratkozva a csatornámra, az írjon egy, kommentbe, hogy napi jutalom, írjon ennyit, és ők közöttük ki lesz sorsolva egy PG-13-es termék, még a következő videómban fogom bejelenteni, jó? Akkor a következő videó elejére majd bevágom, hogy ki nyert, és ott majd megint elmondom. Szóval nagyjából így ennyi. Na, de várjunk akkor bele a dolgokba. Annyi, hogy mondjuk legyen, nem tudom, mondjuk legyen egy póló. Legyen egy póló, amit mondjuk lehet nyerni. Jó, oké, na, várjunk akkor bele a dolgokba. Oké, na, szóval, hol is tartottunk? Amúgy fúrá, ment a figyelmem. Postáskártya! Azonosítása jó, aha, tehát, hogy... Ja, és ezt sem mondtam el, aj, na, szóval, rendeltem egy íjat online, és elvileg nekem ki kellett volna, hogy hoznia a postásnak, de nem tudom, a postás kártyája van nálam. Miért van nálam a postás kártyája? Na jó, ott a postáskocsi. Igen, ott a postáskocsi, MC posta. Wow, nincs itt senki, hol van a postás? Ott a postás? Nem, az jól áll. Hol van a postás? Beszélnem kéne vele, mert ez nagyon nem oké, hogy ki ideadta nekem a kártyáját, vagy nem tudom mit. Mindegy, keressük meg akkor a postást, nem tudom, hogy hol lehet, de biztos itt van még valahol a városban, hogyha itt van a kártyája. Nem én vagyok a hibás. Mi? Ezt kimondta, vagy mi van? Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Ez fix, hogy a postás volt, ez biztos, hogy a postás volt. Ott van? Nem ott van. Én esküszöm, nem látom a postás, srácok. Hol van? Ott van! Itt van, hello! Szia! Jó napot, postás úr, még új vagyok. Hello, szia, hello postás, cső! Na, figyelj, hello! Cső, nos, figyelj már, a postás kártyáját, és te kártyáját adtad nekem ide, itt van amúgy. Nem tudom, hogy ezt így miért, vagy mi, vagy nem tudom, mindegy, de nem ezt kellett volna szerintem nekem odaadnod, gondolom legalábbis. Úristen, köszönj, visszaadtad. Hát nincs, nem probléma, szívesen meg minden. De mizu van veled? De azt láttam, hogy azt írtad, hogy új vagy. De hogy így, nem tudom, odaadtad a kártyádat, vagy nem tudom. Újonc vagyok, és nem tudom, hogy kell szállítani. Aha, és másoknak is így szállították ki dolgokat? Vajon amúgy? Mert nem tudom, ez érdekelne. Vagyis hogy kinek? Aha. Hát de nem tudom, nincsen odaírva, hogy valami címzett. Várjál, amúgy nem tudom, hogy szívesen segítek neked, hogyha szeretnéd. Tehát szívesen megpróbálok neked segíteni, kiszállítani a izéket, persze. Oké, jó van, akkor segítünk a postásnak, legyen. Na, igen, aha, de itt az íjam. Itt az íjam, ezt rendeltem. Na, köszi, ez enyém. Ezek a falu dolgai. Oké, megvan, látom, oké. Na jó, segítek ezeket kiszállítani, oké, és na. Jó, na, kell egy Lili pólója. Jó, várjátok, kezdjünk a Jolán tortájával. Kezdjünk ezzel, mert azt még azt nem láttam is, hogy hol van. Na, hogy találod meg? Hát oda van írva rá a neve, és el kell olvasni, hogy jaj, várjál. Ott van Lili. Jó, itt van Lili, várjatok. Lilinek volt egy pólója. Na nézzük, igen, oda van írva a neve, jaj.
Hú, oké, mindegy, kezdő postás, elnézzük. Na, jó napot, jó napot, jó napot, postádába rakjam, vagy nem tudom, mindegy. Hello Lili, szia, itt az új pólód, gondolom, hogy te rendelted, mindegy, most én vagyok a postás idéglenesen, szívesen, szia. Jó van, király, oké, hát ez eléggé egyszerű. Na, ki van ott, Benny? Bennynek, milyen van? Bennynek van egy jelzőfénye, jól megy ez neked? Ja, igen, egész jól megy, ugye ahhoz képest, pedig soha nem postáztam. Ja, várj, kopognom kéne. Hello, 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 gyere, gyere, jó, jövök, itt vagyok, hello. Na, szia, idéglenes postás vagyok, itt a jelzőfényed, amit rendeltél, sok sikert, szia. Oké, király, na, királyság, jó van. Na, itt van Zoli, Zolinak, a kardja volt, ugye? Igen, Zolinak a kardja van, szia Zoli, előbb te vitáztál a postással, de mindegy, itt van a kardod, parancsolj, amit rendeltél. Szegény postásnak nem nagyon ment a dolog, de mindegy, cső, cső, szia. Nagyon jó, oké, minden, viszont legközelebb azért kérek kopogni, mert ez elég illetlenség, hogy csak így bemegyek. Itt kút van, ez nem kell, mi van még? Van a Jolán, Laci, meg, nem, Lacinak kettő dolga is van, oké, még van a Jolán, meg akkor a Laci. Na hát, keresem meg őket, Laci, oké, megkeresem, ott a Jolán, ott a Jolán, ott a Jolán, oké, menjünk oda a Jolánhoz. Hello Jolán, szia, hello, cső, hello, a Jolánt azt mondom, hogy minek lehet becézni, Joli, Joló, valahogy így, Joló, ez mennyire menőném már. Na, hello Jolán, szia, hello, jaj, bocsi, aj, mindig elfelejtek kopogni, mindegy, na, hello, szia, itt a tortád, amit rendeltél, parancsolj, jó, sok, azért eléggé sok, biztos valami nagy buli lesz, születésnapi buli, vagy nem tudom. Mindegy, jó tortászást, meg ilyenek, köszönöm, az hát nagyszerű! Jó, oké, és akkor még hátra van Laci TNT-je és vörös blokja, ami Zoli, minek az neki? De kell neki, itt van, de mi az, hogy minek az neki? Postás úr, te vagy a postás! Hello, jaj, kapogok, Laci, hello, szia, bemehetek? Hello, cső, nem. Viszont nem. Jó, akkor ide rakom a postaládát, bát, akkor hogyha így akarod, nekem aztán mindegy. Mindegy, hozzam neked postát, majd vedd ki a postaládából. Hello, szia, meg ilyenek, ne nyúlkálj. Jó, oda raktam a posta... Mindegy, hagyjuk, jó? Mindegy, rendben. Ott van a postaládát, majd vedd ki, cső. A TNT az? Igen, a TNT az. A TNT az, amit te rendeltél, gondolom. Ott van a neved. Jó, jó, ott van, majd nyisd ki. Jó, szia, hello. Jó, oké, mindegy, na, postás, köszi, szívesen, na, postás, király, kivittük a csomagokat, na, nagyszerű, ezzel is akkor megvagyunk, örülök, hogy segítettem, amúgy király volt, vár, sörög a telefonom, jó, rendben van, oké, megvárlak meg minden. Na, srácok, mindegy, hát nem tudom, hogy sörög azon meg kéne, hogy várnunk a postást, vagy valami, mindegy, igazából megvárom, hát, amíg van valami csomagja, vagy nem tudom, mi van főni, ó, a főnöke hívta, igen, igen, nem tudom, lehet, hogy megdicsérj, mert hogy gyorsan kivitte a dolgokat? Lehetséges, amúgy ki tudja. Még új vagyok, mondtam. Ó, vannak hibáim. Ez nem hangzik túl jól. Ez, mi van? Ez nem hangzik túlságosan pozitívan. Kirúgják a srácot, vagy mi történik? Postás, minden rendben van? Ezt vegyem úgy, hogy ki vagyok rúgva? Jaj, de ideges. Jaj, de ideges, elkezdte ütögetni a telefonnal a blokkokat. Postás, nyugi, hallod? Szia, hello. Mizu van? Kirúgtak? Nem túl pozitív. Szia, hello. mi az? Nagyon-nagyon csúnyán nézel. Jaj, de mondjad, mi az? Mondjad, mi az? Eldobta a telefonját, oké. Okay. Mi a... Mi csinálsz? Mi a... De hallod, de már! Kis, gyere onnan! Kis, gyere onnan! Jó, oké, okay. Kis túlélte. Most mit csinál? De miért robbantja fel? De... Most ez komoly, felrobbantja az egész posta kocsit. Wow. Oké, ezt neked. Hát ideges lett a főnökére, úgy látszik. Postás, ez biztos, hogy ezt te... Ez így, nem tudom. Itt még egy darab levél megmaradt, nem, kettő darab. Itt kettő darab levél még megmaradt, ez így jó. Főnök, hallott, felrobbantottam. Wow. És... jó, tudom mit, oké, robbants fel nyugodtan, kilépek. Na most rúgtak ki, akkor már... mindegy, oké, rendben, akkor ő kilépett. Mindegy, hát oké, postás, örültem a beszélgetésnek. Ez mi? Adott Lucky blokkot. LOL, ajándék. Kösz, oké. Kösz, oké, kedves vagy, köszönöm. Jó van, hát a főnöké lett volna. Mi, neki akartad adni így jutalmul, vagy mi? Jézusom! Oké, ez a Lucky blokk, ez kicsikét oké. Ez gratula. Köszönöm, meg kaptam vakságot is. Wow, oké. Jó, hát ilyen Lucky blokkot többet ne. Jó, még egyet, vagy nem tudom, kettőt kipróbálok. Nem, én nem hiszem el! Én ezt nem hiszem el! Ennyire utána, ez nagyon utál minket! Hát én kiégek!
Ja, jó, én nem tudom, én többet nem merek lerakni. Én többet nem merek lerakni, meg fogok halni, vagy nem tudom. Oké, mindegy. Jó, oké. Aj, szegény postás, sajnos segítek. Ott még van kettő, de azok úgyis mindjárt elégnek. Na jó, srácok, vagyatok még egyetlen egy utolsót, jó? De jó, adott egy boszorkányt. Jó, mindegy, ezek nekem nagyon-nagyon nem válnak be. Egy, de várjátok, most jött három rossz, egy jónak kell lennie. Egy jónak kell lennie. Adott egy gyémánt blokkot, oké, csak nincs sárkányom. Jó, akkor még egy jónak kell lennie. Mondtam, hogy a főnöké lett volna. Hát, nyilván rosszak. Ja, hogy a nyilván rossz, értem. Fireball vend. Ez így, ez nem tudom, hogy mi volt, de mindegy, gyors olcs ki a tüzet, mert ez nem gyújtó, lenne túl jó, hogyha mindenki gyúlod. Kis, jó, oké. Adta neki kaját. Várjál, eloltom, nyugalom. Eloltom. Kis kapsz kaját, gyere. Oké, jó, oké. Ha, oké, kapsz egy ópiamát, gyere postás, jó. Ha, tudom, ezeket inkább visszaadom. Tessék, visszaadom postás, nekem nem kell. Jaj, a kutyát vegyél. Jó, oké, már nem támad, nyugi. Inkább visszadom a lucky blokkokat, legyen inkább a tied. Hajrá, nekem ilyen rossz lucky blokkok biztos, hogy nem kellenek. Mindegy, srácok, köszönöm szépen, hogy jutottok fel ebben a videóban. Ha tetszett, dobjatok egy like-ot, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha még akartok ilyen videókat, akkor is mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra. És írjátok le a kommentek minden. És ja, kisgyerek ki onnan a vízből. Ne, postás, légy színe, így nyitogasd a lucky blokkokat, mert látod, nem túl jók, szóval, ja. Na mindegy, jó, oké, menjünk el innen, mert istenem. Nem tudom, hogy ezek még, de mindegy. Szóval, srácok, köszönöm szépen, hogy jutottam a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy like-ot, iratkozzatok fel a csatornámra, meg minden. Találkozom legközelebb, én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!